Egy évvel ezelőtt újoncként 6 vereséggel kezdték a bajnokságot a kék cápák. Az idei szezonnak azzal a céllal vágott neki az alaposan átalakított és megfiatalított nyíregyházi együttes, hogy elkerülje a hasonló forgatókönyvet. Ez nem sikerült, ugyanis a bajnokság első szakaszát lezáró válogatott szünetet a tabella utolsó helyén kezdte a Blue Sharks úgy, hogy egyedüliként a mezőnyben még nincs győzelem a csapat neve mellett. Tavaly egy picivel más volt a helyzet, hiszen ott 4 légióssal tudtuk kezdeni a szezont. Most ilyen szempontból szintet tudtunk lépni, és már 5 külföldivel kezdtük a bajnokságot. De sajnos én azt gondolom, hogy a sorsolásnak nagyban köszönhetően nem tudtunk egy jó szezon kezdetet produkálni. Első körben ugye 6 mérkőzés volt, abból 4-et játszottunk idegenbe, illetve itthon a nagyon erős Szolnok-Paks dugó ellen, ahol mindkettő mérkőzésen gyakorlatilag labdánk volt a győzelemért, amivel nem tudtunk élni, de összességében nem akarom a sorsolásra fogni, bármennyire nehéz is volt ez egy ilyen fiatal csapatnak, ahol 23,4 az átlag életkor, ettől függetlenül nem lehetünk egyáltalán boldogok, hiszen sem a légiósoktól, sem a magyaroktól nem jött olyan teljesítmény, ami nekünk szükségünk van ebben a szezonban. A csapat vezetőedzője a könnyűnek nem mondható sorsolás ellenére is bízott abban, hogy lesz győzelmük az első bajnoki szünetig. Egyértelműen nem ezzel számoltunk. Úgy gondolom, hogy a hazai meccseken, illetve úgy gondolom, hogy a hazai atomerőmű elleni meccsen, illetve talán idegenben az oroszlány elleni meccsen egy ilyen 50-50% esély azért volt azokon a két meccsen. Szerettünk volna az egyik győzelmet megszerezni, mert valljuk be azért a többi mérkőzésen abszolút az előzetes várakozások alapján azért nem nekünk állt a zászló. Pánik hangulat azért nincs, de lehet érezni a srácokon, hogy ők is többre számítottak csapat szinten is, illetve egyéni szinten is maguktól. Tehát ilyen szempontból lehet rajta érezni, viszont úgy gondolom, hogy edzéssel mindenki úgy jön, hogy maximálisan alá teszi magát, és megpróbálja a hibákat kijavítani és fejlődni. Tehát ilyen szempontból edzés munkával nincs gond, kellett volna egy győzelem, hogy egy kicsikét felszabadultabb legyen a hangulat. Mint az ügyvezető elmondta, mindenkinek többet kell tennie annak érdekében, hogy a csapat elmozduljon a holtpontról. Alapvetően ugye korlátozottak a lehetőségeink, de úgy terveztem meg az évet, hogyha kell, akkor tudjunk belenyúlni, és látjuk, hogy kell. Első körben a légiósok közül biztosan lesz egy csere. Még nem tudom, és nem vagyok benne pontosan biztos, hogy kit tudunk cserélni. Vannak elképzelések, van A-B terv, de egyelőre azt látom, hogy talán a mezőnyposzt az, ahol erősítenünk kell, illetve más stílusú játékos hozni. Ez a napokban a következő hétre biztosan realizálódni fog, hiszen sürget az idő minket. Nem 19-en van a mérkőzés, úgyhogy játékengedélyek miatt, stb. Jövő héten ezt el kell döntenünk mindenféleképpen. Illetve a magyar játékosoknak is, ha nem is ultimátum, de azért valamilyen szinten jelezve van, hogy ez kevés, mind teljesítményben, mind egyeseknél hozzáállásban, úgyhogy bízom benne, hogy a következő 7 mérkőzésen, december 31-ig mindenki tudja bizonyítani, hogy miért is igazoltuk le. A két cápák legközelebb november 19-én lépnek pályára, akkor a 4 győzelemmel és 2 vereséggel álló Zalaegerszeget fogadja Pető Ákos együttese.